Sziasztok! Csirkemell steak lesz itthon a vacsora zöldségkörettel, amit nagyon komplikáltan fogok készíteni. 1 kg mexikói zöldséget használok alapnak. Teszek bele egy csapott teáspanás sót, egy sörölt borsot, és látjátok, itt fagyottan tettem bele. Kivettem, még volt egy fél csomag kelbimbó, itt van ilyen fagyasztott, hagytam kiolvadni, kevésbé hűti még ez is a dolgot, és van még egy pár ilyen barna csiperke gomba fejem, ezt is már most rádobom, és ezt fedő alatt, ezt természetesen meg van már mosva, és fedő alatt szépen megpárolom. És ennyi. Csirkemell az meg úgy készül, hogy csináltam itt délre ilyen tejfölös, ebből a vargánya, hogy mi ez vargánya, barna csiperke gombás csirkemell ragulevest, és ebbe belement 25 deka a csirkemell, ez itt 75 deka a mell, amit tulajdonképpen szépen megformáztam, és a lejövő részeket használtam fel a levesbe, tehát előre gondolkodtam, ezek ilyen 1 centi vastagságúra lettek fölvagdosva, és ezzel most annyit csinálok, hogy ez fele kotányi steak fűszersó, fele só, tehát én föl szoktam egy picit higítani, mert nem szeretem, ha nagyon intenzív íze van. Ezt egy kicsit most lesózom, amíg ez itt elkezd párolódni, de ezt most nem hagyom benne, sokáig a sóba. A vízebek véletlenül se kell el a mirelit zöldségre, mert a fogannyi nedvességet enged, ugye eleve a rajta lévő megfagyott ilyen víz pára is már nedvesít, hogy szépen meg fog benne párolódni. Úgyhogy amikor ez egy olyan 10 perc, amikor már kiolvadt és egy 5 perce már lehet látni, hogy szépen párolódik, mert most még ha megkeverem, most még vannak benne ilyen kis fagyott zöldség részek, akkor utána elkezdem ezt is sütni. Tehát ezt egy ilyen 50 körül akarunk vacsorázni, és fél körül kezdtem el, tehát 20 perc alatt megvan ez az étel is szinte. És amikor egy 5 perce már ez, hallom, hogy így párolódik, vagy forr egyébként, nézzetek meg, ennyi víz kijön a lépből, akkor leveszem róla a fedőt, hogy anélkül kezdjen el lepárologni, és közbe kevergetem. Föltettem hevülni egy serpenyőt, ezen szerencsére van egy ilyen kis szenzor, mint kiderült. Ha vizet teszek rá, és így elkezd már forni rajta, akkor elég meleg a serpenyő. Egy kanálnyi olívóolajat teszek a serpenyőbe, és szépen beleteszem a húsokat, és nem sokat forgatva, szép pirosra sütöm, ennyi. Picit lassabb sütést igényel ez a, mivel ugye vastagabb a hús, nem belül zaftosabb marad, mint egy jó steak. Azt szoktam csinálni, hogy így ferdén ráteszek egy fedőt, ez csak azért, tehát a meleget nem tartja annyira bent, viszont a zsír nem spriccel ki a edényből, és most szépen így pirosra megsütöm a mindkét oldalát. Ha levettem a fedőt, mert nem sercegett annyira ki az olaj, és addig ez a legvastagabb, nézzetek meg, a többi már szinte egy oldalról át van sülve, amíg ezen is megjelent itt a kis fehér rész, addig meg se fordítottam, nézzetek meg, gyönyörű szép pirosra megsül, volt még egy ilyen kis fegalasszék, azt felolottam meg. És a másik oldalát megint ilyen szép pirosra megsütöm, és ennyi idő alatt teljesen biztos, hogy át fog sülni a csirke. Ilyenkor, ha megint elkezd nagyon a víz miatt spriccelni, akkor így rá lehet tenni. De nem párolni kell, pirítani kell, csak az olajat föl lehet fogni, hogyha akarjátok. Na, és amikor a másik oldala is ilyen szép pirosra megsül, mindegyik, akkor le lehet zárni, és kész van az étel. Már ki is tettem egy kis zöldséget, úgyhogy lefedem, mert az edényben még egy ideig most
pirul. Nézzetek meg, gyönyörű szépen át van sülve, de látszik, hogy ulák, hogy ott vannak a jó kis szaftok közötte. Tehát nem egy száraz. Mert az a pörzsanyag, ami képződik rajta, is isten, és egyébként vajpuha lesz így a csirke. Nem volt se kloffolva, se húspújtózva, a sütés előtt sóztam egy pár perccel. Olyan puha, mint egy párizsi. Zöldkelet is ennyi alatt simán elkészül. Egy nagyon-nagyon gyors, nagyon finom, könnyű és egészséges vacsora. Úgyhogy ajánlom bárkinek. Na, most elszállni a sülés. Mert ezt is mindenki meg tudja csinálni. Annyi, hogy meg kell próbálni, hogy hát mint én, hogy a leelső részekből főztem egy kis leves, de ennek is már fent van a videója, és a megformázott húsból meg csináltam egy jó kis sztéket. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!